to the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the better below you said. Kellett egy új motort csinálni, igen, mert az megadta magát a Ray-Ban Land Rally-n. De igazából más nem kellett csinálni az autón, mert minden működött. Persze ott nem volt még nagy tempó, úgyhogy nem tudjuk. Reméljük, hogy ha itt most működik a motor rendesen, akkor majd a többi dologra is tudunk fókuszálni, fék, futómű és ilyen egyebek. Nagyon nehéz verseny ez, ezekből a gyorságból, itt a pályabejárás alatt ez az derül ki számunkra, hogy ez egy rettenetesen nehéz verseny. Borzasztó, bonyolult és hosszú, nehéz pályák. Most azt, hogy még esik az eső, az még rátesz egy lapáttal. Jól muzsikál az új motor, hál' Istennek, azzal most nincsen problémánk. Most ezen a harmadik gyorságin, illetve a negyedik, csak ugye az elsőt kivették, sajnos csak hármat tudtunk menni ma a négyből. Ezen az utolsó gyorságin volt olyan, hogy háromszor, négyszer egymás után visszafordított kanyar után megfulladt a kocsi, gurulnunk kellett egy két másodpercig, és utána kapta el újra a fonalat, úgyhogy ezzel benhagytunk egy picit. Illetve pont annyit romlott az időnk, amennyi ez a dolog volt. Nem gondoltuk, hogy könnyű lesz ez a pálya. Szerintem ez a 21 km az életem egyik legnehezebb gyorságja volt. Lehet, hogy ezt már mondtam máskor is, de ez most brutális volt. De én ezt élveztem. Holnap van négy gyorsasági, négy féle, és abból kettő olyan, ami nekem nagyon fekszik, nagyon tetszik. Az egyik az Murvás és az ilyen Finnország, azt nagyon várom. És van egy olyan, amit viszont nem nagyon tudtunk feldolgozni rendesen 19 km fönn a hegyekbe, azt el kell spórolnunk. Mm-hmm.
Nagy az öröm, nagyon kellett már a srácoknak is, meg nekünk is, hogy célba érjünk. Fontos volt, hogy teljesítsünk minél több gyorsságot, kipróbáljuk az autónak még mik a betegségei. Egészen jól működött most már tényleg. Volt egy olyan probléma, ezt nem mondtam a verseny előtt, el van repedve az egyik bordám. Volt egy balesetem, egy motoros dolog két héttel ezelőtt, úgyhogy ez így nem volt könnyű. A gyorsági nem éreztem, de amikor lejöttem, akkor azt hittem, hogy az nagyon kemény volt. Apróságok voltak, tényleg jól működött. Az volt a fontos, hogy a motor most jó legyen, mert igazából az volt a Rayban Landon a kiesésünk oka, és most egy új motort tettünk bele. Jó volt most minden. Kezdem belakni, most már azt gondolom, hogy lehetne ezzel még gyorsabban menni, nyilván ezt még nekem is meg kell tanulni. Ezen vagyunk.